Készül az ebéd a Dreai Lurkóházban, csirke pörkölt tésztával. Ezen a házias jellegű konyhán sok lisztet használnak. Ma ebből az alapanyagból 1000 kilónyi adomány érkezett Dreára. Itt 23 gyerek kap nevelői támogatást. Kedden csak Almási Szanella tanult itt, mert ő már középiskolás és délutános. Hát a hónaposban sokat segítenek, tanulásban is, felszerelésekben is, hát Ruhák. Idén a vajdasági gazdák felajánlásából 3500 kg kenyérliszt készült. A három lurkoháznak szánt liszt dreára érkezett, innen viszik majd tovább az óbecsei és a hajdújárási intézményekbe. A Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége 6 éve szervezi meg a búza összegyűjtését, és tavaly óta az adományokat a vajdaságban is osztják szét. Tavaly évben is már úgy döntöttük el, és az idei is folytattuk tovább, hogy az összegyűjtött búza adományokat átváltjuk lisztre, és a lisztet pedig a Poverello alapítvány által üzemeltetett lurkoházak részére adjuk át, egy harmadát, a másik egy harmadat a Vajdasági Nagy Egyesületének, azt ma má, délelőtt már adán az ő részüket azt leraktuk, és a harmadik rész pedig a Szabadkai Kolevka gyermekintézménynek. A lurkoházak fő támogatója a Bécsi Franz Hilf Ferences Jótékonysági Szervezet, de a helyiek segítsége nélkül szinte lehetetlen lenne az intézmény fenntartása. Zöldségnövény termel fejlesztőktől szoktunk kapni, és szükségünk is van sok esetben, ugye, mert mondom, mint ahogy mondottam az elép, hogy növekedett a gyermekek száma a lurkúházakba, húsadományokat szoktunk kapni különböző termelőktől, csirke, baromfi tenyésztéktől, tejtermelőktől, óbecséről és hát a disznóhús ellátás is így szokott történni. A Dreai Lurkóháznak most a fűtésre kell összpontosítania, nagyobb kazára lenne szükségük, most ebben szorulnak a leginkább segítségre.